Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő parkolóházat építetne zöldítés helyett az ilyen szexált frakció a polgármester szerint. Óvatosságra intenek a vadászok, veszélyesek lehetnek a közlekedőkre a párzásra készülő őzek. Liberty Party, a közösségfejlesztés volt a cél Bogyiszlón. Katrináért fociztak, jótékonysági futballmérkőzést szerveztek a leukémiás kislányért. Megérkezett az első lakossági tiltakozás a parkolóház ellen, amit az ilyen szexált frakció építetne a város központjában. Erről Ács Rezső, a város polgármestere beszélt hétértékelő sajtótájékoztatóján. A beruházást az ilyen szexált képviselői a Zöld Város program részeként valósítanák meg. A projekt eredeti tervében nem szereplő beruházás viszont szinte a teljes pályázati összeget felemészteni, így nem maradna pénz például zöldítésre. A Zöldváros program során a tervek szerint Szekszárd belvárosát zöldítették és környezetbarát módon alakították volna át. A korábbi városvezetés ezért a pályázatot úgy állította össze, hogy annak köszönhetően a meglévő betonfelületeket parkosított területekre váltották volna a Tolnai megye székhelyen. A tervek között új játszóterek és pihenőpark, valamint 100 új parkoló is szerepelt. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, ezt az ilyen szexárd frakció gyakorlatilag most ellehetetlenítette, ők ugyanis parkolóházat építenének a rendelkezésre álló 1,2 milliárd forint legnagyobb részéből. Még csak találgatnak, hogy mennyibe fog kerülni ez a parkolóház, de úgy néz ki, hogy teljes összeget el fogja vinni, így magára a zöld felületre, játszóterekre, idősek pihenőparkjaira nem fog maradni semmi, ez ellen szeretnének az ott élők tiltakozni, és jelezték felénk, hogy nem értenek egyet semmiképpen ezzel a koncepcióval, magának a parkolóháznak a megépítésével. Az ott lakókat senki nem kérdezte meg. A polgármester szerint a pályázati feltételek sem engedik ezt meg, hiszen alapvetően a kiírás egyik célja az, hogy minél több zöld felület legyen a városban. Az ilyen szexált frakció vezetői nemrég olyan döntést hoztak, hogy az autóbuszok nem közlekedhetnek a belvárosban, mert szennyezik a levegőt. Viszont most ezzel a parkolóházzal újabb 200 autót vonzanának be. Ács Rezső polgármester továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy tűnjenek el a betonterek, és növeljék a zöld területeket és a játszóterek számát. A Generációk parkja is ilyen szempontok alapján készült. Ez egy multifunkcionális játszótér lesz, amin a kisgyermekesektől a nagyszülőkig mindenki kikapcsolódhat, szórakozhat. Ez egy 21. századi komplexum lesz, amelynek az a lényege, hogy három olyan fórumot tartottunk a helyszínen, ahol megkérdeztük a lakosságot, sőt, az eszközök, játékok kiválasztásánál is figyelembe vettük az ő véleményüket. Tehát ilyen értelemben egy igazi közös munkának az eredménye. A rengeteg játékon kívül vizes blokk is helyet kap a területen. 21 új parkolót is létrehoznak a város saját költségvetéséből, hogy az ott lakók parkolóhelyeit ne kelljen igénybe venni a térre érkezőknek. A tervek szerint őszre elkészülhet a komplexum, és ha beválik, Szekszárd más területein is építenének ilyet. A sajtótájékoztatóval kapcsolatban megkerestük Rácz Zoltánt, az ilyen szexált frakció önkormányzati képviselőjét is, aki a Facebookon írt a parkolóház ötletéről. Ő viszont adásunkig nem válaszolt kérdéseinkre. Elmaradnak idén a szexárdi szüreti napok, erről hétfőn döntött a fesztivált szervező bizottság. A bizottság elnöke a Facebookon azt írta, arra számítanak, hogy a kormány június 29-én nem fog úgy dönteni, hogy engedélyezik az 500 főnél nagyobb rendezvényeket, ezért ők felhagynak a szüreti napok szervezésével. Az ilyen szexárdot képviselő Csötönyi László arról is írt, hogy a terveik szerint idén nagyszínpad nélkül, főleg helyi fellépőkkel tartották volna meg a rendezvényt. Ez korábban éles vitát váltott ki a városban. Sokak szerint ugyanis az ilyen körülmények méltatlanok lettek volna az ország egyik legismertebb borfesztiváljához. Kiemelten ellenőrzik a héten az adóhatóság munkatársai a strandokat és a fürdőket Tolna megyében. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészlet eredetét, valamint az online pénztárgép használatához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését. Ellenőrzésekre elsősorban Szekszárdon, Bonyhádon, Tamásiban, Pakson, Dunaföldváron, Szárkán és Faddomboriban kell számítani. Rugalmasabbá válhat idehaza a távmunka szabályozása, az erről szóló törvényjavaslat már ősszel az országgyűlés elé kerülhet.
A tervek között szerepel a távmunka fogalmának kiterjesztése, a munkáltató és munkavállaló közötti megállapodás új alapokra helyezése, ami mindkét fél érdekeinek érvényesítését segítheti. A munkavégzés helye a munkavédelmi előírások betartása mellett szabadon választhatóvá válna. A későbbiekben a távmunka akár részlegesen a felek megállapodása szerint a munkanapok egy részében is megvalósulhatna. A szabályozás lehetőséget biztosítana arra, hogy a munkáltató távmunkavégzés esetén hozzájáruljon a munkavállaló költségeihez, a szükséges eszközök beszerzéséhez, akár kedvezményes adózási feltételek mellett. Megkezdődött az őzek párzása, így fokozott figyelemmel kell vezetniük az autósoknak. A július közepétől augusztus közepéig tartó párzási időszakban ugyanis az őzeket az ösztöneik hajtják, így sokkal figyelmetlenebbek és vadabbak, így gyakrabban ugranak ki az utakra. Az ekkor történő közúti balesetek közel 50%-át vadkár okozza. Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Ebben az időben a vad jóval figyelmetlenebb, ugyanis a vágyai hajtják. Lehajtott fejjel, nagyon intenzív mozgással kiszámíthatatlan irányba kergetőznek. Ezekben az esetekben az úton való áthaladásnál az őz nem foglalkozik a gépjárművekkel, nem riasztja vissza az amúgy félelmet keltő zaj. Országosan elmondhat, hogy körülbelül 6000 eset történik, személygépkocsi és vad elütés. Ezeknek elég tetemes része, körülbelül 3/4 őzzel történő ütközés, és a legtöbb gázolás ebben az időszakban, ezen az üzekedési időszakban. Jellemzően a késő délutáni, esti órákban folytatja üzekedését az őz, de a nap bármely szakában meglephetnek minket az utakon. Fontos, hogy a kihelyezett táblák közötti útszakaszon fokozottan figyeljünk, és még inkább tartsuk be a sebességkorlátozást és a követési távolságot. A koronavírus következménye, hogy kisebb volt az idén az állománygyérítés, így több őz ugorhat ki elénk az utakra. Igazából egy vadgépjármű ütközésnél, amit tudnunk kell, hogy közúti balesetnek minősül, tehát a rendőrséget kell értesíteni minden esetben, amennyiben a gépjármű tulajdonos elüt egy őzet, vagy egy akár egy másmilyen vadat. A kiértező rendőr mindenképpen jegyzőkönyvet fog felvenni, és a további intézkedésekhez erre a jegyzőkönyvre van szüksége a károsultnak. A vadveszélytáblát a vadgazdálkodások helyezik ki a közutakra, ezzel védve magukat az esetleges vad okozta balesetektől. Amennyiben egy olyan útszakaszon történik az őz vagy más vad által okozott baleset, ahol nincs kirakva a vadveszélytábla, úgy a vadgazdálkodó szervezet felel a gépjárműben esett kárért. Fontos tudni, hogy az őzek ebben az időszakban nem járnak egyedül. Ha eggyel találkozunk, számítsunk rá, hogy követni fogja egy másik is. Harmadik alkalommal szervezte meg a Bogyiszló Jövője Alapítvány a Holduna partján a település grill versenyét. A Liberty Party elnevezésű rendezvényen 9 csapat sütött főzött, a szervezők célja a közösségfejlesztés volt. A nyárhoz hozzátartoznak a kerti grillezések a baráti társaságokban és családokban. Bogyiszlón úgy gondolták, erre a kellemes időtöltésre a megfelelő környezet a Duna partja lenne, és összehívták a település lakóit egy közös főzőcskére. Összesen 9 csapat nevezett a harmadik esztendeje szerveződő Liberty Partira. A Bogyiszló Jövőért Alapítvány télen többek között jótékonysági bálokat szervez, nyáron pedig közösségfejlesztő programokat kelt életre. Elég támogató a bogyiszlói közeg, és azért is próbáltuk ezt a nyári időszakot is megjelölni, hogy ne csak a téli bál legyen, ami mindig is volt és mindig is lesz, reméljük, hanem azért nyáron is legyen egy olyan, hogy piknikezni, sütögetni, iszogatni lehessen, és jól érezzék magukat teljesen kötetlenül. A feladat adott volt, bármilyen húst lehetett sütni, csak gombát és tojást kellett kötelezően felhasználni az ételekhez. Direkt azért adtunk meg ilyen alapanyagot, ezt a gombát és tojást, hogy kimozduljanak a komfortzónából a grillezett hús kapcsán egy tarjánál vagy egy csirkecomnál túllépjenek egy kicsit. A győzelmet ismét, mint eddig minden esztendőben, a Csakajava csapat szerezte meg, akik jó hangulatban, de komolyan véve a feladatot főzték végig a délutánt.
Szeptembertől már minden diák, összesen 1,2 millió tanuló teljesen ingyenesen kapja a tankönyveket. Az intézkedés érinti az alsó, felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások mellett a 13-tól 16. szakképzési évfolyamokra járó tanulókat is. Az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztése 13,5 milliárd forintba kerül, aminek fedezetét az idei és a jövő évi költségvetés egyaránt tartalmazza. Jótékonysági futballmérkőzést szervezett Ács Katrináért a Bátaszéki Sportegyesület. A 6 éves leukémiás kislány számára a gyógyulást egy rendkívül drága kezelés jelenthetné. Ezért a jegyekből, támogatásokból, mezvásárlásokból befolyt teljes összeget az ő támogatására ajánlották fel. A meghívott ellenfél a Tolna csapata volt, a meccs 8-1-es eredménnyel zárult a házigazda javára. Jótékony céllal gyűltek össze a bátaszéki futballpályán a játékosok és a szurkolók szombaton. A magas kockázati csoportba eső leukémiában szenvedő Ács Katrina javára szervezett edzőmérkőzést a Bátaszéki Sportegyesület. A bátaszéki származású család számára minden ilyen támogatás az esélyt jelentheti arra, hogy a 6 éves kislány megkaphassa a gyógyulását elősegítő, de rendkívül drága kezelést. Az egész kezdeti dolog az apró betegségek jeleit láttuk. Tehát megfázás, kis influenza-szerű dolgok. A vezetés, a játékosok és a szurkolók is azonnal az ügy mellé álltak, és megkezdték a szervezést. Vendégként a Tolna csapatát hívták meg. Azt kell mondani, hogy hál' Istennek nem kell minden nap ilyen dolog miatt összefogni, de amikor össze kell fogni, akkor szerintem tényleg egységben az erő is össze kell állni. Most az, hogy van, aki munkával, van, aki szervezéssel, van, aki pénzzel segíti ezt a dolgot, szerintem az már teljesen mindegy. A jótékonysági mérkőzést a Bátaszék nyerte. Ahogy azt a szervezők várták, közönség szórakoztató, sok gólos játékot produkáltak a csapatok. A találkozó végül 8-1-jel zárult. Regionális hírei következnek. Tiltás és korlátozás. Augusztustól nem lehet alkoholt fogyasztani Siófok közterületein. Mézédes a baranyai dinnye idén is. Pécsen népszerűsítették a kiváló minőségi hazai gyümölcsöt. Több korosztályos sportpark épült Sásdon. Cél a testmozgás népszerűsítése. Augusztus 1-től tilos Siófok közterületein alkoholt fogyasztani. A helyi rendeletet a testület 8 igennel és 4 tartózkodással szavazta meg. Csütörtökön döntöttek emellett arról is, hogy korlátozzák a szeszes italok megvásárlását. Így azt este 10 órától reggel 6 óráig egyáltalán nem lehet a boltok polcairól levenni. Február óta először ülésezett a siófoki képviselőtestület, a központi téma a közterületi alkoholfogyasztás és a szeszes ital vásárlása volt. Egyetértünk abban, hogy a városba rend kell és tisztaság kell, a cél nem vitatható, azonban kétséges, hogy ez a két rendelet betartható-e, betartatható-e, hiszen minden rendelet annyit ér, amennyit abból betartunk. A csütörtöki ülésen 8 igennel és 4 fideszes tartózkodással megszavazták a közterületeken történő alkoholfogyasztás tilalmát. Így augusztus 1-től tilos lesz szeszes italt fogyasztani a település egész területén. Rendelet ugyan már eddig is volt ezzel kapcsolatban, de az új, szigorúbb szabályozás időszerű volt. Erről is beszéltek a képviselőtestületi ülésen. Balogh Renáta azt mondja, próbáltak utána járni, hogy eddig mennyi ellenőrzés történt a közterületeken, de nem kaptak rá választ. Voltak ellenőrzések, pontos számot nem kaptunk arról, hogy hány darab ellenőrzés, hány darab bírságolás, hány darab figyelmeztetés került kiállításra, kiküldésre. Itt a változás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egész város területére terjed ki a rendeletnek a hatája. Tulajdonképpen súlyosabb szankciók nincsenek a rendeletben, 50 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet a bírság mértéke. Bízunk benne, hogy azoknak, akiknek feladata betartatása a rendeletnek, azok sikerrel járnak el, és tulajdonképpen a cél nem is a bírságolás, hanem hogy Siófok város tiszta legyen, rendezett legyen, és minőségi turizmusról tudjunk beszámolni. Döntöttek emellett arról is, hogy korlátozzák a szeszes italok megvásárlását, így este 10 órától reggel 6 óráig egyáltalán nem lehet a boltok polcairól alkoholt levenni.
Beérett a baranyai dinnye termés, így egyre többen találkozhatnak a helyi termékkel a piacokon, boltokban. Pénteken azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy mennyire finom az idei gyümölcs felhozatal. A pécsi Kossuth téren tartottak kóstolót a szakmai szervezetek közreműködésével. Dinnye szeletek a tálcákon és kóstolók az esőben a pécsi Kossuth téren. Péntek reggel újra az Orbánságban termelt gyümölcsöt népszerűsítették a baranyai megyeszékhelyen. Ez a címke egyrészt jelöli a mi saját nemesítésű, magyar nemesítésű, hazai termelőtől származó fajtánkat, aminek a neve az Atlasz, és ugye van rajta egy cégjelölés, mi pedig a ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet vagyunk Kecskemétről. Mutatja a nemesítés eredményét a szakember, amit a hazai dinnyetermesztők is ültetnek már, köztük a baranyaiak is. Ez a korai szegmensbe tartozó kerek görögdinnye fajtánk, ugye természetesen ahogy a szezon is a kezdettől a végéig tart, egészen szeptember végéig, ugye folyamatosan tudunk kínálni ezekre az időpontokba dinnyefajtákat, szóval a termelő az egész szezont le tudja fedni, és tud a kínálatunkból választani dinnyét. Kevesebb területen termelik ezt a növényt ma már Baranyában, mint évekkel ezelőtt, mondja az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Sajnos most ott tartunk, hogy az igénylések, amiben mennek az MVH-nak, az 110 hektár. Attól egy picit több dinnye van, mert a kisebb területek azért nincsenek regisztrálva, és nincsenek rá támogatások érve. De én úgy gondolom, összességében most vagyunk azon a szinten, hogy a termelők stabilan ezt a 110 hektárt jó minőségben meg tudják tartani. Ez a terület azonban elég arra, hogy fedezze a baranyai igényeket, és még jut exportra is. Az állam támogatásokkal segíti a dinnyetermesztőket, de az új uniós pénzügyi ciklusban nem tudni, hogyan alakulnak a támogatások, mondja a kormány megbízott. Most egy 25 milliárdos keretre tudnak pályázni a termelők, de újabb lehetőségeket is biztosít a kormányzat. Ősszel egy 30 milliárdos keret értékben új felhívások jelennek meg, biztatjuk és kérjük is a baranyai termelőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Vélhetően az elkövetkező időszakban a brüsszeli közös agrárpolitika irányát látva ezekkel a forrásokkal kell most sáfárkodni, mert ez a zöld gondolat, ami ott megjelent, az nagyon nehézzé teszi és kiszámíthatatlanná teszi az agrártermelőket és a lehetőségeiket. Ezt egy utolsó lehetőségnek kell tekinteni, legalább 2022-ig, vélje a kormány megbízott. Baranya megyében egyébként 44 termelő van, akik ellátják a piac nagy részét. Évente átlagosan 6000 tonna dinnyét szüretelnek a földjeiken. Ketten osztoztak idén az év strandétele címen az alsóörsi Fogas Bisztró hal erőlevesét és a Balaton Mária fürdői port étterem Balatoros nevű kreációját is díjazta a 7-tagú zsűri. 2020-ban 24 vendéglátóhely indult a címért, olyanok, melyeket a közönség ajánlott. Az ünnepélyes eredmény hirdetésen elhangzott, szeretnék elérni, hogy a balatoni strand gasztronómia megújuljon, a vásárlók ötletes, egészséges ételekkel találkozzanak a strandokon. Minőséget kell hozni, és hogy mondjam, meg kell hallani, hogy változásra van nyilván szükség. A balatoni strandok mellett az ételkínálat megújítására is szükség van, erről beszélt Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke Zamárdiban, ahol 6. alkalommal osztották ki az év strandétele címet. A véres kurkát azt még be is panírozták. Idén két első helyezett vehette át az elismerést, a Balaton Mária fürdői port étterem már rutinos versenyző, idén a Balatoros nevű étterrel indultak a megmérettetésen. Disznótoros, tehát véres, májas, hurka és kolbász. Egy helyi hentestől vesszük, és tehát sütöttük keresztúri káposztával, és házi majonézzel volt még tálalva. Holt versenyben szintén első lett a Fogas Bisztró, ők egy hal erőlevessel rukkoltak elő. Az egység különlegessége, hogy idén nyitottak. Idén nyitottuk meg a helyet, tehát ez egy teljesen új helyet kell elképzelni, és jött egy ismerőstől az ötlet, és úgy neveztünk be erre a helyre, vagy erre a versenyre pontosabban. Egy hal erőleves tokhal gombóccal készültünk erre, és ezzel sikerült nyernünk.
Az év strandétele versenyt 2015 óta minden évben a Balatoni Kör és a Viláv Balaton szervezi. Idén 24 vendéglátóhely indult a megmérettetésen. Ezt ebben az évben a közönség ajánlása alapján lehetett megtenni. A teljes mezőnyből csupán 7 ételt választottak ki, amit az ételek minősége, a regionális alapanyagok használata, az árértékarány, a hely megjelenése és a kiszolgálás minősége alapján határoztak meg. A kiválasztott ételeket személyesen kóstolta végig a verseny zsűrije, így alakult ki a végeredmény. Több korosztályos fedett sportparkot adtak át Sásdon. A beruházás 100%-ban kormányzati támogatásból, mintegy 15 millió forintból valósulhatott meg a Magyar Falu program keretében. Az avató ünnepségen elhangzott, a járási központokban kiemelten biztosítják a mozgás lehetőségét, ennek jegyében hamarosan egy úszodával is gazdagodik a baranyai település. Az eső sem akadályozta meg a Sásdi Sportpark átadását. A fedett létesítmény a Fáy András utca végén a városközpontban kapott helyet. Az ünnepségen Justinger János polgármester úgy fogalmazott, fontos lépés ez a település életében, hiszen egy olyan szabadtéri, testedzésre is alkalmas építményt avattak fel, amit mindenki használhat. Több korosztály számára is biztosított a mozgás lehetősége. A létesítmény teljes egészéből állami finanszírozásból valósult meg, önerő nélkül az önkormányzat a telket biztosította hozzá, illetve az akadálymentes megközelítés érdekében egy járdát építettünk. A sportpark közel 15 millió forintból valósult meg a Magyar Falu program keretében, számolt be a megjelenteknek a térség országgyűlési képviselője. Nagy Csaba kiemelte, az országos projekt célja, hogy a járási központokban kiemelten biztosítsák a mozgás lehetőségét. Ehhez kapcsolódva hamarosan újabb beruházás ér a végéhez a településen. Az úszodának az építése az halad, sokkal lassabban, mint szeretnénk, de reményeink szerint a következő tanév után már itt tudnak majd a sásdi és a sásd környéki gyerekek megtanulni úszni, illetve itt tudják majd a tornaórákat eltölteni. Az eseményen arra is felhívták a figyelmet, hogy a statisztikák szerint Magyarország lakosságának csupán 10-15%-a mozog rendszeresen, azaz heti 2-3 alkalommal 1 órát, ez pedig az európai átlag alatt van. A mutató javításának érdekében további 16 falu részesülhet ilyen jellegű fejlesztésben. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Hétértékelő, parkolóházat építetne zöldítés helyett az ilyen szexált frakció a polgármester szerint. Óvatosságra intenek a vadászok, veszélyesek lehetnek a közlekedőkre a párzásra készülő őzek. Liberty Party, a közösségfejlesztés volt a cél Bogyiszlón. Katrináért fociztak, jótékonysági futballmérkőzést szerveztek a leukémiás kislányért. Kedden folytatódik a jó idő, sok napsütéssel, csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás, az éjszakai órákban nyugat felül egy gyenge hidegfront éri el térségünket, ezért késő estétől kialakulhatnak záporok, zivatarok. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!